Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.splcstudio.hu. Trópusi betegségek. Magyarországon még nincs megoldva a rendszer szintű gyógyítás. Vándor bölcső. Több száz éves hagyományt népszerűsít a kezdeményezés. Összecsapás, a Puskás Akadémiát fogadta a Bonyhád VLC. Testnevelők konferenciája, a honvédelem és a fair play a jövő testnevelésének alapja. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egy nyaralás is járhat olyan betegségekkel, melyek gyógyítása gondot okoz Magyarországon. Mindezt Ternák Gábor professzor mondta azon a találkozón, melyet a trópusi betegségeket gyógyító orvosoknak rendeztek Siógárdon. A klímaváltozás hatására rövidesen Európa belső vidékein is honosak lehetnek olyan élőlények, melyek trópusi betegségeket hordoznak. Minden környező országban vannak olyan intézmények, vagy kórházi osztályok, intézmények inkább, amelyek mondjuk trópusi betegséggel foglalkoznak egyetemi szinten is. Magyarországon a László kórházban néhány elszánt kollega velem együtt, meg a, mint az Almási Pisti ilyenek kollégák, meg akiket én ottként Kenyába próbáltam ilyenekre oktatni, meg Nigériába, azok foglalkoznak, de rendszer szinten nincs. Ternák Gábor éveket töltött Afrikában, és a kinti körülmények között tanította azokat, akik hajlandóságot éreztek a trópusi betegségek kezeléseinek elsajátítására. Ahogy Ternák professzor elmondta, Magyarországon nincs olyan intézet, amely ezeknek a betegségeknek gyógyítására szakosodna. Miközben akár egy mediterrán országba történő családi kirándulással már behozhatók olyan betegségek, melyeket az orvosok itthon nem, vagy csak alig ismernek. Föl kell hívni a figyelmet, hogy valóban a mediterrán utazás is már egyfajta kockázatnövekedést jelent, amit nem kell dramatizálni. Tehát én is nagyon szívesen utazok mediterrán országokba. A szívem csücske Afrika, és szeretek oda utazni. De tisztában kell lenni, hogy ennek van bizonyos kockázata, és a kockázatot azt mindenképpen a maga módján próbálja csökkenteni az ember. Ezeket a betegségeket akarják megismertetni a lehetőségek szerint a házi és sürgőségi ellátást végző orvosokkal is. Ternák Gábor azt mondja, ahogy az időjárás átalakulóban van Magyarországon, úgy Európa belsőbb területein is számolni kell azzal, hogy olyan állatfajok jelennek majd meg, melyek trópusi betegségeket hordoznak. Programismertető fórumot tartottak a Fidesz-KDNP önkormányzati jelöltjei Pakson. Szabó Péter polgármester jelölt arról beszélt, hogy a kormánypártok helyi programjának fő pillérei a felelősség, a család és a város fejlődése. A fórumon a Fidesz-KDNP paksi önkormányzati választásán indult jelöltek élén Szabó Péter hangsúlyozta, programjuknak az irányt a felelősség, a család és a fejlődés adja. A részletes programot csapata és a lakosság észrevételei alapján állították össze. Vállalják, hogy a kijelölt célok eléréséhez felelősséggel elvégzik feladataikat, továbbá a család a jövőben is kiemelt szerepet kap. Számos lépést terveznek a fiatalok itt tartásáért, a fejlődés kulcskérdés a Paks 2 beruházás kapcsán a városnak. Paks számára az atomerőmű a múlt, a jelen és a jövő, és a mi programunk is ehhez is kapcsolódik, amikor a fejlődésről beszélünk, mert célunk az, hogy Paks város lakossága, azok is, akik nem az atomerőműben dolgoznak, mindenképpen profitáljanak ebből a beruházásból. Kitűzött terveik között szerepel a gyógyászati központ harmadik üteme, az orvosok megtartása és Paksra csábítása, az oktatási intézmények felújítása, kiemelten kezelik a biztonság fenntartását, továbbá a parkolók létesítését. A fórumon Süli János tárca nélküli miniszter is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a Paks 2 projekt kapcsán olyan városfejlesztési feladatok állnak Paks előtt, amihez fontos az állandóság és egy jó csapat. Hát én arra kérek mindenkit, hogy a Péter csapatát is támogassa, mindenkire a saját körzetébe szavazom, és ha már Fidesz-KDNP-ről beszéltünk, akkor megyei lista is fontos, hisz a megyébe és a fejlesztési célkitűzéseket az, hogyha egy egységes csapat, tehát minél több Fidesz-KDNP-s kerül be a megyei listára és a megyei testületbe.
Úgy látja, ezeknek a feladatoknak Szabó Péter megfelel, nem hiába kérte fel már annak idején se, hogy vegye át a városvezetés feladatait tőle. Az együttműködés így garantált. A kisgyermeküket bölcsőben ringatni vágyó szülők jelentkezését várják Szekszárdon. A Vándorbölcső nevű program lényege, hogy a kezdeményezők egy fa bölcsőt adnak az igénylő családnak. A szervezők így a bölcsőben ringatás több száz éves hagyományát népszerűsítik, és felhívják a figyelmet a bölcső gyerekek fejlődésére gyakorolt pozitív hatásaira. Engem is boldoggá tett, hiszen egy légtérben voltunk, nem a külön kis szobájában, a kis ágyban feküdt, hanem ott volt a nappaliban. Komáromi Áront hónapok óta ringatja az édesanyja rendszeresen a Vándorbölcsőben. A júniusban született Áron így sokkal nyugodtabban alszik, mint ha a kiságyban feküdne, és az édesanyja is több időt tud fordítani a házi munkára. Így nem a kiságyban kellett Áront lefektetnem és altatnom, hanem a bölcsőben, ami ringatózik is, ami egy légtérben van jelenleg a nappalival és a konyhával. Így én, mint feleség, tudtam főzni és helytelni, Áron pedig jól érezte magát, ahogy ringatózott. A Vándorbölcső programot a Három Királyfi Három Királylány mozgalom tagjai indították el, a fabölcsőt pedig az egyik szekszárdi szakképzőiskola diákjai készítették. A kezdeményezés célja, hogy így tegyék újra népszerűvé a bölcsőben ringatás több száz éves hagyományát, és hogy felhívják a figyelmet a bölcsőnek a gyerekek fejlődésére gyakorolt pozitív hatásaira. Könnyebbség is az anyának, hogy ott van egy bölcső, tudja ringatni folyamatosan mozgásban van az anya, és ugye az anyamébe is ezt éli meg egy kisbaba, és ettől nagyon jó hatással van, és hogy megnyugtatja őket ez a ringatózó mozgás, ez a pozitív élettani hatása. A program során egy-egy család néhány hónapig használja a bölcsőt, utána pedig továbbadják azt újabb jelentkezőknek. A szekszárdi bölcsőt most tudják igényelni a kisgyermeket nevelő párok. Jelentkezni a pintér.dóra@háromkirályfi.hu e-mail címen lehet, a három az számmal írva és utána királyfi.hu, illetve a Vándorbölcső Szekszárd Facebook oldalon keresztül lehet jelentkezni. A program jelentkezői közül egyszerű sorsolással választják majd ki, hogy hova kerülhet legközelebb a bölcső. Szekszárd civil szervezetei mutatkoztak be a már hagyományos önkéntesek napján. A rendezvényt megnyitó Csillagné Szántó Polixéna, Szekszárd Humán Bizottságának elnöke azt mondta, a Tolnai megyeszékhelyen jó tapasztalatokat hozott a diákok kötelező önkéntes munkája, és a város rendezvényei elképzelhetetlenek lennének a civilek segítsége nélkül. Tettünk erre kísérletet, hogy a civilek által végzett önkéntes munkát forintosítjuk, és bizony nagyon-nagyon komoly tétel ez a város gazdálkodásában. A rendezvényeket nem tudnánk nélkülük lebonyolítani. Nagyon sok karitatív tevékenységet, amit átvállalnak a várostól. Bár egy ideig állt a sarat, 5 gólos vereséget szenvedett a Bonyhád VLC csapata a Felcsúti Puskás Akadémiától. A hazaiak a második félidőben ugyan számos helyzetet kidolgoztak, a vendégek játékos állományával és taktikájával nem tudták felvenni a versenyt. Többek között ez a 11-es döntötte el a Bonyhád VLC Puskás Akadémia között zajló Magyar Kupa párharc végkimenetelét. Az első félidő közepén a vendégek támadója Gyurcsó Ádám értékesítette a büntetőt, ami csak az egyik találat volt az 5 gólt hozó meccsből. Az esemény fontosságát mutatja, hogy kilátogatott a futballmérkőzésre a település polgármestere Filoné Ferenc Ibolya is, aki a félidőben még úgy nyilatkozott, hogy reméli, a csapat meg tudja fordítani a meccset. Jó néhány mérkőzésen voltam már a csapatnak, de ennyire még egyiken sem izgultam. Szerintem nagyon sokan vagyunk itt a pályán, akik most így fél időben azt gondoljuk, hogy hát az első gól az nagyon gyorsan jött, és utána az a kéz az nem volt kéz, és egyébként meg nem volt 11-es, szóval mi másképp ítéltük volna. Én nagyon bízom benne, hogy a második fél időben sikerül gólt rúgnunk, nem is egyet, és nagyon szurkolunk a csapatnak, hajrá Bonyhád! Az első fél időben még egy találat született, így a felek 0-3-as eredménnyel vonulhattak pihenni. A második fél időben összeszedte magát a Bonyhád csapata, és több támadást vezettek, azonban gólra nem tudták váltani. Azt a Puskás Akadémia csapata szerzett, még 2-t a második fél idő végén. A hazaiak trénere, Kölő Roland azonban azt mondja, így sem panaszkodhatott a csapatára. Úgy készültünk, hogy büszkék vagyunk arra, hogy ide tudtunk hozni egy NB1-es csapatot, ugye ehhez meg kellett nyerjük a megyei kupa fordulót, illetve a kupa küzdelmeket. Ez sikerült. Ugye a szerencse az mellénk állt, mert mindig úgy indulunk neki, hogy azért
hogyha esetleg kijutunk az országos főtáblára, akkor egy olyan együttessel játszunk, aki lehet, ha lehet, akkor NB1-es legyen. A végeredmény azonban 5-0 lett a Puskás Akadémia javára. A bonyhádiak ugyan mindent megtettek a siker érdekében, azonban a két csapat közötti osztálykülönbség meglátszott az egész játék képén. A Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium adott otthont a testnevelők országos tanácskozásának. A jövő testnevelési tanterveiben két fontos alappillérnek kell megjelenni, hangzott el a konferencián. Az egyik a fiatalok honvédelemre alkalmassá tétele fizikailag, a másik a fair play szelleme. Ilyen felértékelődő terület a honvédelemnek a kérdése. Ez már elég régóta napirenden van. A fiataloknak nem csak a fizikai aktivitás, az edzettsége alacsony szintű, hanem egyszerűen, mivel nincs sorkatonai szolgálat, ilyen típusú képzést vagy ilyen tevékenységet nem folytatnak, nem kapnak. Tehát ilyen értelemben mindenképpen kell, hogy ebben valamiféle előrelépés legyen, és a két legújabb tantervi dokumentum ebben előre is fog lépni. Országos koronglövő versenyt tartottak vasárnap Bonyhádon a helyi lőtéren. Az őszi kupa nevű versenyre a helyi sportlövészklub tagjain kívül budapesti, debreceni és bajai nevezések is érkeztek. A Bonyhádi sportlövészklubnál egyébként néhány hónapja új elnököt választottak. Nagy Péter, a sportegyesület jelenlegi vezetője azt mondja, most elsősorban helyi szervezésű versenyeken indulnak a tagjaik, ám a céljaik között szerepel az is, hogy minél több bonyhádi és környékbeli fiatallal ismertessék meg a sportlövészetet. A szülőket is várjuk, nem csak a fiatalokat, tehát lehet ez egy családi program is majd akár a későbbiekben. Amikor van egy ilyen kis puskalövészet például, akkor van főzés, tehát egy ilyen családias hangulatot próbálunk mindig beállítani, és elsősorban azokat várjuk, akik mindenképpen kíváncsiak erre, hogy hogyan működik és hogy milyen. Benépesült a dombovári vásártér a hétvégén tartott Hősök koncert ideje alatt. A 2001 óta működő repformáció tagjai a több mint 18 éve tartó pályafutásuk legnépszerűbb számait adták elő. A dombovári vásártéren a Hősök nevű rap duó kiegészülve zenekarokkal adott koncertet. A formáció 2001-ben alakult, több mint 10 évig zenekar nélkül léptek fel, 2013 óta azonban már élőben játszanak. A csapat egyik tagja szerint ez változtatott valamennyit a zenéjükön, azonban a gyökereikhez a kezdetek óta ragaszkodnak. Kicsit lágyabbak a témák, de ezt azért teljesen nem mondanám. Vannak életmegfejtések, vannak kritikusabb dalok, van benne nagyon sok érzelem, és alapvetően mi mindig rappel foglalkozunk, rapzenét csinálunk, annyi, hogy mivel a zenekarunk lehet sokkal jobb így színpadra vinni, és jobban is érezzük magunkat ebben az egészben. Mentával ugye, mint említetted, ugye 2013 végén Brass kiszállt a csapatból, azóta mentával ketten tartjuk a frontot, de hál' Isten Anna jött közénk, és egy nagyon-nagyon új szint hozott a zenekarba. A zenekar az elmúlt 18 év dalaiból válogatott a dombovári koncertre. A csapat sikerességét mutatja, hogy mind az idősebb, mind a fiatalabb generáció magáinak érezheti a zenéjüket. A fiatalokra szeretne építeni Dombováron Pintér Szilárd fideszes polgármester jelölt és csapata is. A koncertet a Tegyünk Dombovárért csoport szervezte. Azt mondják, a fiatalok részvétele a város életében elengedhetetlen ahhoz, hogy Dombovár egy jól fejlődő város legyen. Azért szerveztük a mai estét, mert nagyon fontosak a fiatalok. Dombováron nagyon sok fiatal él, és hogyha nem teszünk értük, nem érjük el, hogy itt maradjanak, akkor el fognak menni innen Dombováról. A koncert előtt egy nyereményjáték sorsoláson vettek részt az érdeklődők. A Tegyünk Dombovárért csoport jóvoltából értékes nyereményeket sorsoltak ki a jelentkezők között. Regionális híreink következnek. Szocialista csontváz a szekrényből, a buszpályaudvarait kell visszavásárolni a Pécsnek. Utazás az egészség birodalmába, játékosan hívták fel a figyelmet a megelőzésre. Egészséges ételek, süteménydíszítő verseny, menőmenza program Pécsen. Tíz év után is az 1 forintért eladott és 2,5 milliárdért visszabérelt pécsi buszflotta törvénytelen ügylete miatt kell fizetnie az önkormányzatnak. Az elmaradt áfa miatt az adóhatóság zálogot tett a buszokra és a buszpályaudvarokra. A felszámolás alatt álló Pécsi Közlekedési ZRT tulajdonában lévő pályaudvarokat most tudja visszavásárolni Pécs.
Elzálogosítva 150 milliós csontváz a szocialista városvezetés szekrényéből. Ezeket a feliratokat rakták ki az uránvárosi buszpályaudvaron pénteken. A sajnálattal állapítjuk meg, hogy még 10 évvel a szocialisták vitézlése után még mindig csontváz dől ki a szekrényből. A tegnapi közgyűlésen szembesültünk azzal, mi pécsi polgárok, hogy a mögöttünk lévő pályaudvar és még kettő, a Kertváros és a Budai Állomás pályaudvara el lett zálogosítva. Annak a buszügyletnek a nyomán, amikor ugye mindannyian emlékszünk, hogy lassan 10 éve a Tóth Bertalan vezette szocialista városvezetés eladta a buszokat fillérekért, majd visszabérelte 2,5 milliárdért. Azonban az áfát nem fizették meg, ezért az adóhatóság lefoglalta és zálogba vette a pécsi buszflottát és a pályaudvarokat, hogy a kiszabott 1,7 milliárdos elmaradt adót és büntetést behajtsák. Közben a bíróság az üzletet semmissé nyilvánította, a korábbi buszos cég vezetőjét elítélte. Azonban a buszpályaudvarok a pécsi közlekedési vállalat tulajdonában maradtak, aminek a felszámolása még tart. Most jutottunk el odáig, hogy a buszpályaudvarainkat, mind a kertvárosi, uránvárosi, keleti vissza kell és vissza tudjuk vásárolni. Ez azt jelenti, hogy újra közösségi, városi tulajdonban fognak kezelni a pályaudvarok, újra mi leszünk a gazdái, újra a pécsiek lesznek gazdái a saját pályaudvaraiknak, ami a 2009-es jogügylet után kikerült tulajdonunkból, és éveken keresztül bérelhetjük vissza. A felszámoló cég felhívására tett a buszpályaudvarokra ajánlatot a város. Erről döntöttek a közgyűlés ülésén csütörtökön. 135 millióért hirdették meg a buszpályaudvarokat, de mivel a helyi adóval is tartozik a PKZRT a városnak, ezért 76,8 millió forintért kaphatta meg a város ezeket az ingatlanokat. Egészséges ebéddel készültek és süteménydíszítő versenyt rendeztek a gyerekeknek a pécsi Szibert Róbert általános iskolában. A program a Menő Menza pályázat záró eseménye volt. Cél, hogy minél fiatalabb korban megismerkedjenek a tanulók az egészséges ételekkel. Az egészségről szólt egy nap a pécsi Szibert Róbert általános iskolában. Az intézmény már másfél éve szervez ilyen programokat a Menő Menza pályázat keretein belül. Ezúttal a gyerekek nem csak finom, hanem egészséges ebédet fogyaszthattak a nemrég megújult étkezdében. Volt rajta húsi, meg saláta, meg mindenféle, és nagyon finom volt. Ízlik? Igen. És ez miért jó, hogyha ilyen ételeket esztek, zöldséget, gyümölcsöt? Mert egészséges. A program részeként muffinokat is díszítettek a tanulók. Minden osztály más és más technikával dekorálta a süteményeket, melyet egy háromtagú zsűri értékelt. Az íz mellett a kinézetet és a felhasznált díszítő elemek összhangját is figyelték a bírák. Jobbnál jobb ételeket kóstoltunk. Én úgy gondolom azért nagyon fontos, mert a fiatalok megtanulják azt, hogy milyen jó egészséges alapanyagokból lehet egy nagyon finom ebédet készíteni, és ezáltal majd, hogyha felnőtté válnak, akkor majd a saját gyermekeiknek is ilyeneket fognak készíteni. Ez szerintem nagyon fontos. Az iskolában egyébként több alkalommal is szerveztek már az egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvényeket. Élménynapot, rajzversenyt és kiállítást is megvalósítottak már a program keretében. A gyerekek igazi örömmel élték meg ezeket, mert a mai gyerekek szeretik az élménybe ágyazott tanulást, az élménybe ágyazott tudásszerzés lehetőségeit, és boldogok voltak, hogy ilyen eseményeken, ilyen programokon vehetnek részt. Miközben az egészségük, az egészséges szemléletmódjuk alakult, változott, fejlődött. A Menő Menza program záró eseményén az iskola udvarán gyűltek össze a gyerekek. Az asztalokon sorakoztak a süteménydíszítő verseny legjobbjainak szánt díjak, de rövid műsorral is készültek az iskola tanulói. Háromdimenziós anatómiai bemutatóval és dietetikai tanácsadással várták a gyerekeket Siófokon. A városi és a környező települések iskoláiban mintegy 650 diáknak hozták közelebb az emberi szervezet rejtelmeit. Az Utazás az Egészség Birodalmába elnevezésű prevenciós program célja, hogy felhívják az általános iskolások figyelmét a helyes táplálkozásra és a mozgásra. EKG, vércukorszint és vérnyomásmérés. Többek között ezeket a vizsgálatokat is igénybe vehették az érdeklődők Siófokon, hazánk legnagyobb mobil diagnosztikai központjában.
37 féle ingyenes vizsgálatot végzünk el magyar állampolgárok részére. De vannak kardiológiai vizsgálatok, szemészeti vizsgálatok, laborvizsgálatok, de olyan érdekes vizsgálatok is, mint a vénás elégtelenség Doppler vizsgálata, arteriográfos vizsgálatok. Tehát az a cél, hogy minden egyes magyar állampolgár 20 perc alatt egy átfogó vizsgálati képet tudjon saját egészségi állapotáról elvégezni. Nem csak a felnőtteket, hanem a fiatalabb korosztályt is érdekes programokkal várták Siófokon. A gyerekek közelebbről is megismerkedhettek az emberi testtel és szervezettel. Minden szívveréssel két irányba küldjét, a testbe és a tüdőbe. Ebben a sátorban háromdimenziós anatómiai bemutatót tartottak a gyerekeknek. Engem nagyon érdekel, szerintem nagyon érdekes. A gyerekek között akadt olyan, aki már most odafigyel arra, hogy mit eszik, és rendszeresen mozog. Ez a mozgás is fontos, ez nagyon fontos, mert anélkül semmit nem ér az egész, és szerintem még az is számít, hogy mennyire figyelünk, mert például arra is nagyon kell figyelni, hogy ugye a felnőtteknek minden évben kell járni szűrésre. Az utazás az Egészség Birodalmába elnevezésű prevenciós program keretében több mint 600 siófoki és környékbeli iskola tanulóihoz hozták közelebb az egészséges életmódot. Az intézményekben kötelezővé vált ugye a teljes körű intézményi egészségfejlesztés. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja ennek a programnak a gyakorlati megvalósítási helyszíne. A cél az, hogy közvetlen szakemberektől a helyszíneken, érintve ezen területeket, tehát mondjuk egy emberi testetnek a testrészeit kézbe vehetik, megismerhetik, megfogják. Tehát a legfontosabb üzenet az, hogy minden gyermek már korán megismerje a prevenciót és a megelőzést, hiszen egészséges gyermekből lehet egészséges felnőtt. A projekt keretében 2030-ig formálják a gyermekek prevenciós gondolkodását, és játékos módon hívják fel a figyelmüket a megelőzés fontosságára. Együtt gyermekeinkért Szent Lőrinc és Királyegyháza önkormányzata, a Királyegyháza felvirágoztatásáért közalapítvány, valamint a Lefás Cement Magyarország Kft. 5. alkalommal rendezte meg jótékony célú futóversenyét. A felnőtt nevezők jelképes adományaiból befolyt összeget a szervezők Szent Lőrinc és Királyegyháza iskolásainak sporteszköz vásárlására fordítják majd, ezzel is támogatva a gyermekek sport iránti elkötelezettségét. A programmal párhuzamosan tartották a Királyegyházi Cementgyár hagyományos őszi nyílt napját is. Közös bemelegítéssel hangolódnak épp a legrövidebb távra a 3 kilométeres körre nevezők. A többiek Szent Lőrincről indultak és 4 kilométert futottak a Lafarge cementgyárig, a legbátrabbak pedig 11 kilométert teljesítettek. A versenyen 5 település több intézményének tanulói és pedagógusai is részt vettek. Fontos számukra ez a futás, hiszen akárcsak a korábbi 4 alkalommal a felnőtt nevezők adományaiból befolyó összegből, ami korábban fél és 1 millió forint között volt. Idén is a Szent Lőrinci és a Királyegyházai iskola részére vásárolnak majd sportszereket. Szerettük volna, hogy ez ne csak egy átlagos futóversenye legyen, hanem legyen benne kis jótékonyság, és tényleg valahogy vissza tudjunk adni a helyieknek. És így jött az ötlet, hogy mire van legnagyobb szükségük a helyieknek, a helyi iskoláknak, nyilvánvalóan sportszerekre, mert hogy arra nagyon kevés futja a költségvetésből, és akkor ezt találtuk ki, hogy akkor a nevezési díjakból sportszereket vásárolunk, és ez karácsony alkalmával, az advent jövetelével mindig átadjuk az iskoláknak. A Királyegyházai Általános Iskolába 116 tanuló jár. Az intézmény közösségének több mint fele részt vett a futóversenyen. Pártoljuk és támogatjuk mindig a közösségi programokat, azon kívül prioritást élvez az iskolánkban természetesen az egészségfejlesztés, úgy mint a fizikai, mint a mentális egészségfejlesztés is, és azzal, hogy így együtt futunk a gyerekekkel, tanárok, diákok, azt gondolom, hogy a példaadás is nagyon-nagyon fontos. Jótékonyság és egészséges életmódra nevelés. Ez a célja az Együtt Gyermekeinkért elnevezésű futóversenynek, melyet Szent Lőrinc és Királyegyháza önkormányzata, a Királyegyháza felvirágoztatásáért közalapítvány, valamint a Lafarge Cement Magyarország Kft. Közösen szervezett. Abban a szerencsében részesülhettem, hogy az első kapavágástól 2005-2006-tól végigkövethettem az építkezés folyamatát, és 2011-es nyitás óta pedig kiemelkedő az együttműködésünk. A cementgyár aktivistái, dolgozói megtesznek mindent azért, hogy a falunak segítsenek, különösen az iskolás gyerekeket tűzték
célpontjukba. A futás után a fiatalok bepillantást nyerhettek a 2017-ben aranyfokozatú nívó díjat nyert cementgyár gyártási folyamatába is. Az idei év különlegessége, hogy a gyerekek megtekinthették a 2 milliárd forint értékű környezetvédelmi beruházás keretében egyedülálló, csúszózsalus technológiával épülő 1000 tonnás silót is. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Trópusi betegségek, Magyarországon még nincs megoldva a rendszer szintű gyógyítás. Vándorbölcső, több száz éves hagyományt népszerűsít a kezdeményezés. Összecsapás, a Puskás Akadémiát fogadta a Bonyhád VLC. Testnevelők konferenciája, a honvédelem és a fair play a jövő testnevelésének alapja. Kedden reggel még nagyrészt erősen felhős lesz az ég, de délutánra már kisüthet a nap. Enyhének ígérkezik a kora délután, csapadék nem várható. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!